Okostelefonok számát tekintve körülbelül 2,9 millió telefon van aktívan használva a hazánkban. Ez a teljes készülőkállománynak a 30-35%-át teszi ki. Halad, sőt gyorsul is, köszönhetően az olcsó kategóriába tartozó okostelefonok dinamikus növekedésének, okostelefonok számának dinamikus növekedésének. Én azt gondolom, hogy egy-két éven belül simán elérhetjük az európai szintet, európai átlagot, tehát 50%-ot is meghaladva addigra már tudunk egy arányt mutatni. Nagyon érdekes, napszakon belül eltérő használati attitűdöket mutatnak az okostelefon felhasználók. A használati intenzitása az a reggeli órákban, illetve az esti órákban kimagasló, illetve a résidőkben, az utazással eltöltött, illetve munka mellett eltöltött időkben ugrik ki. Reggelente főként a hírolvasás, illetve közösségi oldalak használata az jellemző, napközben inkább a zenehallgatás és a különböző funkcionális dolgok használata, mint a telefonálás, e-mail olvasás, üzenetírás a jellemző. És az éjszakai napszakban pedig érdekes módon a játékok emelkednek ki, a játékok használata az, ami mindenképpen érdemes megemlíteni. Üzleti szempontból azért fontos mérni, mert hogyha egy alkalmazást fejlesztünk, mely mondjuk fizetős vagy ingyenes, de fizetési lehetőséget is kínál használt közben, nem mindegy, hogy azt milyen napszakban használják a felhasználók reggel, sokkal kevésbé vagyunk hajlandóak fizetni, legyen az egyébként egy webáruház, vagy akár egy mobil alkalmazás, mint például a délután, illetve esti napszakokban. Ezért nagyon fontos megvizsgálni azt például egy üzletfejlesztés közben, hogy az adott termékünk melyik kategóriába esik, illetve melyik használati ciklusba tartozik a napszakon belül.